Na hát a legutóbb, amikor bepakoltam ezt a bőröndöt, akkor a kórházba mentem szülni. Na hát most még berakok egy-két dolgot a bőröndbe. Itt áll össze a dolog. És most rakom be neki a kis nyári ruhákat, mert megyünk nyaralni. Elhiszitek? Úgy repül az idő, Isten. Kettő napra utazunk, egy kicsit lehet, hogy túlpakoltam, de nem tudtam, hogy mit, ez csak a Liamé, ez az oldal, ez csak a Liamé. Ebbe az oldalba az Ati meg én elfértünk. Hurcikendő, fürdős dolgok, kézitáska tele játékokkal, meg még egy strandtáska, amit szintén telepakoltam. Szerintem mehetünk. Na, elindultunk az első kis nyaralásunkra, arra gondoltam, hogy csinálok erről egy napi vlogot. Zalakarosra megyünk, csak így országon belül a Mentán Hotelbe, a kedvencünkbe. Minden évben oda mentünk az első Valentin naptól fogva, azt hiszem, amit együtt ünnepeltünk az Atival, minden Valentin napkor mi a Mentánba mentünk ünnepelni. Viszont tavaly is voltunk. Tavaly nem voltunk. Idén nem voltunk, mert hogy február 19-én született a kisfiú. Alig várom a poolmedencét. Két éve voltunk, mert ma már volt poolmedence tavaly. Nem poolmedence. Skypool. Ilyen baba is fotolja az este elmaradtakat. Én pedig kaptam a benzinkútról vásárkiát Attilától. Ez a kedvenc szanyim, és most meg fogom enni. Anya tudja nyugiba fagyizni egyet. It's what you do. Megérkeztünk, és ez a kisfiú végig aludta az utat. Ilyen a szoba. Nagyon szép. Oh, ebben nagyon jókat fog pancsolni a kis Liam baby. Húzítunk? Igen? Na készen állunk Liam baby első fürdésére. Hát nem mondom, egy kicsit izgulok amúgy, hogy hogy fog neki tetszeni. Akartam neki rendelni egy ilyen direkt 3-tól 6 hónaposoknak való úszógumit. A hétre ígérték, több nappal ezelőttre. Mindegy, nem is bonyolodok bele. És már írtam nekik, hogy mi a helyzet, és akkor bocsi, hiba csúszott a rendszerbe, úgyhogy úszógumi nélkül maradtunk. Nem küldték meg, de lehet, hogy Dana kihúzott minket a csávából. Sőt, biztos, mert voltunk már a baby spában, és ott ezzel a kis nyakúszóval már úszott a Liam ilyennel, szóval ezt tudom, hogy tetszik neki. Ebbe én szerintem kicsi lesz. Apa szerint meg jó. Apa szerint meg jó. És hova megyünk akkor? Egyesre, kaland. Én a miért? Pók. Juppi! Álljatok meg, megnézzem meg. Akkor mit szólsz ehhez? Izgulsz? Eliam, te kíváncsi vagy? Jóha. Szép. Eliam! Hello! Szia! De aranyosak vagytok, nem bírom. Mégis csak halak, úgyhogy gondoltam, hogy fog neki tetszeni a víz, de azt nem, hogy ennyire sikongatott. Ő még nagyon sokáig bent maradt volna, de pont a baby spába a Csilla néni mondta, hogy 5-10 percnél tovább nem maradjunk vele a vízben így kezdésnek. Úgyhogy betartottuk a szabályokat, most pedig gyorsan lezuhanyzunk mindannyian, és jó alaposan bekenegetem a testét egy kis testápolóval, mutatom a kedvencemet. Ezt szeretem nagyon. Mondd el, hogy hogy volt ez nekem? Baromi jól néztek ki. Köszi, te is. Mutasd csak azt a sikkes gatyát.
az? Mi ez a sikkes nadrág? Gombos meg minden? Szia! Jaj, ha mennyire vagyunk gyorsak. Most is épp ránéztem az órára, akkor, amikor a Liam született, 19-21-kor, minden nap ránézek az órára. De más is van, én nem arra, hogy 19-21-kor néztek az órára, hanem amikor a babátok született, minden nap ránézek akkor. Na, lejöttünk vacsizni. Igen, bárki keres egy ilyen olőkeninben, a szénhidrátnál keressen, igaz? Nem, ezek a gyermekmenők. Ilyen is régen volt, hogy együtt ettünk az Atival. Gyertyafénynél. Látszik, hogy nem főzök otthon? Mindent rászettem erre a tányérra konkrétan. Most hiányzik a mi mézink. És baj szint, hogy mi a feladatunk most, mit kell tennünk? Hát eljött a Liam a címet, és úgyhogy apa most visszaszerzi. Valahol e fölött van a szobánk. Atinak pedig szándékában áll ledobálni róla. Ott a cumink, igen, látom. A papucsommal. De szerintem lehet a többi vendégennek nem örülne. Na? Ezt a cumit mindenféleképpen vissza kellett szereznünk, mert ez volt a Liam első cumikája. Ezt bizony én megtartom. Ti eltettétek az első cumiát a babának? Közben rájöttünk, hogy ez egy száraz csúszda, az van ráírva, tehát ebbe így le lehet csúszni, de mi nem fogunk. Szárazon. Mert ehhez se nem vagyunk még elég gyerekesek, de hogy elég nagy gyerekünk legyen, hogy az ő kezére lecsúszunk, se nem vagyunk elég fiatalok ehhez. De lecsúszhatsz amúgy. Én biztos nem fogok. Na, le videót. Biztos, hogy nem. Én lennék az első, aki felszántanám a hátsó felemet, úgyhogy mentő vinnál. Eddig mondjuk, hogy mindig ugye Valentin napkor jöttünk ide a Mendámba, úgyhogy, hogy úgy fogalmazzak, egész más szellemben teltek az itt töltött napjaink, mint hogy esténként a parkban sétálgassunk. Most viszont már világosban meg vagyunk vacsorázva, és a parkban sétálgatunk. Úgyhogy még nem fedeztük fel a környéket egész idáig. Eliam már felfedezte. Eliam már felfedezte, ő nagyon nézelődik. Ó, te tó! Ezt mondtam. Nagyon. Na, Liam maga elaludt, úgyhogy itt az idő egy kicsit sterilizálni. Ezt elhoztam magammal, ez a Tommy Tipitől van. És nagyon szeretem. Tök könnyű, úgyhogy csak így bedobtuk a csomiba a leesett cumit. Most jön anya-apa idő. Ez Atinak a kedvence itt. Csokis mogyoró. Egyszer. Úgy teszünk, mint az óvodások. Egészséget.